Ezt végigvittem már, csak valami felett most elsüklünk. Lehet. Na, itt vagyunk a main hallba, menjek le teljesen. Borzasztó a szellemi magasságon, járunk. Igen. De nem hiszem, hogy a chatben gondolom így értetted itt. Hát nyilván három olyan ember van a chatben, akik egyébként hárman vannak amúgy is ott is fizikailag, tehát... Közben itt át kéne váltanunk, hogy nézzük közben a... Ezt. Jó. Jó, menjél Szenni le a földszintre, jó? Földszint? Mhm. Uh-huh. Na nézzük. Megvagyunk. Jó, nézzük meg a kis ajtót megint, hogy azon nem tudtunk bemenni. A kis ajtót most se fogunk, mert nincs ilyen. Ez a sisakos, igen. Le a pince, ott már voltunk. Még egyszer a nagy ajtón, csak a zombival találkozunk? Biztos, hogy nem volt ott semmi. Ha megnézzük. Most már komolyan érdekel, nem hagytunk-e ott valamit? Na. Egy zombi biztos, hogy lesz itt, de ne félj, van nálad egy védekező tör. Hát elelőm, vagy ne lőjem, mert várj, meg még rámugrik. Ja. Igen? Uh-huh, várj, menjünk be. Gyere, gyere. Tehát ott az ajtó zárva lesz? Hát el tudok menni az ajtóig, mert pont visszafog. Hopp, ott jön már Lajos. Ne foglalkozz vele. Menjünk rátolom ezt a szart. Az ajtót nézd meg, hogy tényleg zárva van? Igen. Jó. Kard. Menjünk be Lajoshoz. Én ne húgyazzam le, vagy menjek be csak simán? Menjünk be. Ne lőjek? Csak ne mász be, hanem csak told el, mert menekülni kell, akkor szívás. Jó, igen. Jó. Az a cél most Bambágyira 88, hogy megtaláljuk a kartkulcsot, úgyhogy valószínűleg én tudom, hogy hol van, csak nem tudom, hogy kéne hatástalanítani azt a gyilkos mechanikát, ami majd megakadályozza, hogy felvegyük. Lőjön hátba, vagy? Aha. Anyád. Most elvileg bele kéne a tört dobja, úgy. Ja, és ez el is megy ez a tör? És lőd. Hát de... Öcsém, én lövöm. Most mind a két tört lábasztam. Na, nem baj. Kivérzik? Várjál. De gyere közelebb, hogy lássam, kivérzik-e. Kivérzik, jó, szuper. Jó, megöltük. Hát két törbe került. Na gyere. Hát miért nem lehet kihúzni a fejébe a tört? Nem. Különböző művészeti kellékek. Jó, elmondom, mi lesz, Szenni. Kimegyünk a main hallba. Elmentjük a játékot megint, és bevegyünk a csapda szobába, hogy valóban a csapda megöle minket, jó? Ja, hogy nem ezt szopjuk be nagyon. Jó. Akkor legyen úgy. Ó, szerinted? Jó. Ez egy ilyen stream. Mondtuk, hogy profik vagyunk. Nagyon. Játszunk, kész, ja, megyünk. Most... Na, akkor na. Menjek be írógépezni? Menjünk be, mentsük el a játékot mindenféleképpen, és... És akkor elbasztam az utolsó írógépet is. Hát mondhatod, így és így is van. Oh. Nem baj. Jó. De teljesen fel van térképezve a ház. Eddig elérhető részeiben. Hát én például, hogyha ezt egyedül játszanám, így már arra nem emlékeznék, hogy a szomszéd szobában mi volt. Azért mondom, hogy jó, az így. Jó, akkor ezt elmentsük. Jó. Yes. Na, akkor menjünk be oda izébe. Nyilván nem fogok visszatalálni, hogy hol van, tehát mondjad, mert... Megyünk ott arra. Na jó, Killing Floor 2 az jó zombi, ignoráltok? Nem ignorálunk Bambágyira 88, figyelek, tehát mit kerestek már, mint a saj, mit keres, mi most a cél? Még egy, elmondtam már. Menj fel közben a lépcsőm. A kart kulcsot keressük. Igen. Hogy vagy a páncél kulcsot, vagy a sisak kulcsot, hogy be tudjunk jutni. Mert minden ajtó be van zárva. Szobáiba a kúriának, ahol jelenleg nem tudunk bejutni. Minden be van zárva, basszus. Na, akkor melyik be volt? Nem ignorálok, sőt, örülök, hogy itt vagy Bambágyira, mert szerintem arra, tehát fordulj meg. De ezek ugye mind zárva vannak. Járjuk már végig megint ezt. Azt tudom, hogy itt van, oké. Okay, ja, akkor nem menjél. Jó, mondjad. A többit gyere vissza, és még egyszer nézd meg, hogy mind zárva van-e. De szerintem igen. Nem, most a csapdát nézzük meg. Akkor? Fel jobbra. Be az első ajtó jobbra. Örülök, hogy itt vagy Bambágyira, mert veled együtt van három ember. Te vagy és, és mi vagyunk az egyik. Jó, gyere akkor Szenikám erre, ahogy vissza az út. Ahogy vissza az út. Még elrébb. És arra és egyenesen. Megületjük magunkat most gyakorlatilag. Meg, mert kíváncsi vagyok, hogy lesz ez. Ez ugye az árva van, erős is már meg. Ez? Nem ez. Túl hamar bemész helyekre. Igen.
Lemaradtam, elmarad még egyszer, mi volt a válaszban másod a kérdésére. Nyilván. Most csak szivattok, igaz? Keresjük a kulcsokat. Pitadlen, mert szivatsz, vagy komoly, mert ha komoly, akkor válaszolok. Igen, mert Tomi képes rá. Na. A, de vissza, vissza. Mondom, hogy vissza. Kis ajtóm, kis tük, így, így, és az az ajtó zárva van? Igen. Jó, szuper, köszönöm. De ezt akartad el megnézni? Igen, ezt én tudtam eddig is. Jó, tehát akkor gyere erre. Igen. Vissza. Jobbra. Felénk. És itt be az ajtón, és most neki megyünk a csapdának. Menjünk, mint a tyúk. Mert elmentettük, és ha meghalunk is, nem lesz baj. De ha nem, akkor meg nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Melyikőtök, Tomi? Én vagyok. Persze. Atomi Anti. Na, megyünk, Sunny. Én tudom azt, hogy itt megszerezzük a kulcsot, majd a csapda meg fog jönni, de el van mentve, nem probléma. Menjünk. Akkor szaladjak? Legalább a nézőknek lesz egy kis suspense, tudod? És rájak rá? Ott a kulcs. Bárki is veszi meg az emblémát, békében fogunk. Akkor ne vegyem meg fel. Tehát finom az utalnak, hogy meg fogunk halni. Hát finom utalnak. Tehát most még ne vedd fel. Tartós hanem... tejet ne vegyek. De felvette. Ne, ne, ja, nem. Nem? Nem. Ja, mert akkor a csapda nem indul el. Gyere tovább, nézzük meg, hogy mi van tovább. Ah. Mi van ott? Ott egy ilyen lófasz. Nézd csak. Egy felirat van a pajzson. A halála minden. Hát ez már volt egyszer egy ilyen pajzs. Na menjünk, nézzünk be ide. Aha. Hát itt olyan nagy kombinációs lehetőség. Nyilván. Elképesztő. El... Igen, mi kell oda? Mondjad. Sisak. Jó. Gyere. Mondom. Ejjjj. Igen. Igen, erre? Nem? Nem, most... nem. Ugye amikor, tehát most mondom, hogy ha felvennénk a kulcsot, akkor ez a sisakos festmény megindul felénk, tehát már nem tudunk kimenni a kis szobába. Mi ugye a... És ha elmegyek ide? Aki bebújok? Át oldalra, azok is be fognak tolódni, tehát konkrétan ja, be fogja zárni az egész falat. Ugyanakkor nem tudom, mit tehetnénk a kulcs helyére. Mert ugye valamit be kéne tenni, ne induljon be a csapda. Van nálunk bármi? A kő. Azt még mindig nem használjuk fel. A Jemmy, de nem lesz jó. De most vedd fel a kulcsot, most nem baj, meghalunk, de legalább tudjuk, hogy mi lesz. Jó. Felveszed? Igen. Lenyomódik. Igen. Látod, mondom, ugye összetolja a folyosót, megindul, így van, megindul fejre a fal, és akkor ja, én már nem is tudok mozogni gyakorlatilag. Így van, tehát nyilván ezt a csapdát deaktiválni kell. Aha. Most a nézőknek van egy kis action, meghalunk. Tehát itt ennek dőlen, de el van mentve. A lőszer megmarad, hogyha visszamegyünk. Persze. Gyere. Gyere, szeresd a testem, baby. Kellemetlen. Azt tedd a kulcs helyére. Aktív vagy, nem baj, nem vagyunk sokan, belefér. Azt hogy jövök el onnan, hogyha már ráteszem a répát, most őszintén. Aki sokat popázik, az a Tomi. Igen, én már lejjebb járok. Mit tegyek a kulcs helyére? Na, jó. Tehát, valamiről a csapdát deaktiváljuk szerintem. Hát valamit rá kell tenni. De nem volt nála, amit rá lehetne tenni? Nem, látod, hogy nem. Tomi, olyan izé vagy. Menjek ki. Aha. Nincs benne még valami cuccos? Járjuk körbe akkor az ebédlőt, hát ha van valami. Ott egy. Ja, az mert a szobor, ami leesett, igen. Igen. Ott nincs semmi. Nézd meg az emblémát, le tudjuk venni szemből. Hát le. Mondjuk ez nem ezt kell rátenni a kulcsra? Például ez is lehet akár. Van egy bevágás, ott az emblémának lennie majd kell. Ide betesszük egy másik emblémát. Aha. És akkor elvileg, ha tovább mész az ebédlőben, itt fogsz látni egy hatalmas állóórát, és akkor az el fog tolódni, és amögött is ki tudunk venni valamit. Gyere felénk, tehát járjuk körbe. Aha. Így van, majd ez aktiválódik, amikor visszatesszük az embléma helyére a másikat, de hát most ugye nem tudjuk. Nem is tudom eltolni. Aha. Ott ugye már voltunk, ahol a zombi volt. Ott már nem kell csinálni semmit. Menjünk még, mert igazából teljesen meg vagyunk lőve, hogy merre kell menni. Menjek megint a zombis részhez. Hát meglátjuk. Ha valaki tudja a megoldást, szólhat. Menjek el most abba ez a dolgába? Ez egy teljes mértékű zsákutca, ezt már tudjuk, ez a rész. Tehát ide nem menjünk. Akkor véletlenül. De nincs valami tárgyat esetleg? Nem, nem. Gyere erre felé, járjuk végig megint. Valami felett elsiklunk. Itt van a zombi, akit ki, vagy a csávó. Ez a társunk, semmi baj. Nincs az asztalon semmi, amit fel tudnék venni. Valami felett elsiklunk, Szenikám. Hát, nyilván be kell menni. Nyomozunk a villában, nem tudjuk merre kell tovább menni. Itt a lét, mondanám is, hogy izgalmak, először látnánk a játékot, de nem, szóval igazából nekem nagyon, csak rám nézve halál ciki. Sunnyra nézve nem ciki, hát Sunny amúgy jól nyomja. Hát én nyomnám, csak így itt a madár,
lófasz itt a döglött holló, azt ki is írja. Esetleg itt nincs valami kis lenti szoba. Döglött holló. Igen, tudjuk, itt néz körül. Itt erre fele? Aha. Jó, itt nincsen semmi. Itt volt a fű. Igen, tudom, de itt semmi. Menjek fel. Itt menjünk fel akkor, igen. Paparaparapara, ijájájáó. Meg vagyunk? Ez gyönyörű ez a beállítás még mindig. Hát igen, csak irányítás. Jobbra nincs véletlenül ajtó, csak egyenesen? Nincs. Jó, akkor menjünk ki. Ugye most jutunk ki az ebédlő felső szintjébe. Igen, ezt mondtam volna én is, hogyha biztos lennél benne. Jó, akkor tudjuk, hogy erre nincs a megoldás, amit keresünk. Nem, ugye, várj, most megint itt vagyunk, ahol majd a csapda lesz, de tudjuk azt, hogy a másik oldalon se vár ránk semmi újdonság. De próbáljuk a pajzsot oda tenni, bár nem hiszem, hogy ezt oda lehet. A pajzsot ide? Próbáld meg. Hát most fia, addig úgy csinálj meg a csapda. Jobbat nem tudok. Addig úgy csinálj meg a csapda, amíg nem veszem el a kulcsot. Persze, persze. És hát, hogyha betesszük a fapajzsot, és akkor... Vagy nem az van, hogy a kulcsot ki kell venni, és annyi idő, míg nem ölnek meg, addig kell beletenni valamit? Mert lehet, hogy nem engedi előre megcsinálni. Hát a kulcs helyére visszatehetnénk valamit, és csak... Mi az? Ide nem tudod a pajzsot betenni? Ha látod, akkor kezdet. Csak próbálj már rá. Nem. Jó, nem baj. Akkor fentre, a fentihez. Figyelj, Szani, a kulcs helyére nyilván egy másik kulcs illene, de másik kulcsunk sincs, hogy bepróbáljuk. Hát semmi. Mert úgy menne, tehát a kulcs helyére talán be tudunk tenni. Csak ugye most itt vagyok. Igen. Jó, mert gyere tovább. Nem fogja engedni. Mert a 96-os eredetiben ugye, és akkor ide próbáld meg a pajzsot. Hát, ha. Halál minden. Jó, és ugye tovább meg nem volt semmi, jól tudom. Ezt a gyémántot megint nem nagyon tudom itt felhasználni. Jó. Jó, nem baj, menjünk akkor ki innen, jó? Mert itt már csak egy zárt ajtó van. Aha. Zárva van. Hát ne próbáljam meg azt, hogy most itt izé elindítom a csapdát és megpróbálok volna beletenni még gyorsan. De nincs másunk, Szen, én nem tudom mit beletenni. Hát menjünk innen. Kék lófasz nem jó bele ide. Hát nem jó. Ide nem tudod betenni a kéket. Malár vagyok, bejöttem Pepéhez, toljátok, ilyen volt erre kettő. Na hát, tolnánk, csak elakadtunk. Nem baj, menjünk ki, meg lesz a megoldás, meg fogjuk találni. Úgy legyen. Mert a 96-os eredetiben a pajzsnak, ennek a kis fapajzsnak más funkciója van, szerintem itt is az lesz, úgy emlékszem. Jó, tovább, ki innen. Uh-huh. Szerintem meg lesz, tudom, hogy megtaláljuk a kulcsot. Jó. Ja. Na. Gyere, akkor menjünk be balra a kis tükörfolyosón. Igen. Felénk. Most már tényleg az ebédlő felé tartunk talán. Ezeket ne nézem, itt végig a szobrokat. Nem vannak semmit. Jó, akkor itt nem kell bemenni. Nem? Ez amúgy zárva van, igen. Igen. Akkor itt tudunk kimenni. Én tudom, hogy mi a megoldás, Szeni. Na. Amikor kimentünk a kúriából. Az udvarra? Igen. Igen. És ott volt ugye egy könyv. Abban a könyvben lesz szerintem egy kulcs. Na, és akkor azt kellene a helyre tenni. Vegyük fel a könyvet, és mivel nem találunk egy darab ládát se, valamit eldobunk majd. Hol kell? Jaj, igen, azt nem tudtuk felvenni ki, tényleg. Ki innen? Arra, jó felemész, és ki a két szárnyú ajtó. Jó, igen, most hát tudom, mit mondasz. De hogy egy darab ládával nem találkozunk, ez botrány. Igen, ott legalább tudnánk találni. A ládák a Resident Evilben ugye azt szolgálják, hogy teleport eszközként funkcionál, és minden láda össze van kötve, és lehet bele pakolgatni tárgyakat. A kedvemért, még azért az összes ajtót itt nézzük már meg, ugye ezen kívül van még három, hogy ugye mind zárva. Itt van egy. Zárva van, tudom. Ez ugye ez a, igen, másik oldalra. Bamaji ír neked, hogy ugorj le az emeletről. Még ha lehetne, de nem engedi. Tehát ez nem olyan szabad játék, mint a... Igen. Pedig én itt aztán tudnék dímolni. Ez itt zárva van. Ez itt zár, ja, főleg így, ha nem is megyek oda. Igen. Így van. Ez egy kardos emblémás. Így van. Erre pedig van-e? Igen. Jó, és akkor ki is... a könyvhöz, és menet közben eldobunk valamit, most már nem érdekel. Jó van. Tehát itt akkor gyere erre szépen, visszajövünk, még vissza. Itt lejövünk középen? Lejössz, ott. Hol kell kimenni a... Itt, pont itt az itt ajtó. Ebbe, aha, jó. A könyvben lesz... Kulcs utána pedig már, mint kés, vagy most fogunk menni. Jó, de már megyünk, jó. Jó. Hát figyelj, már több mint egy órája bírjuk idegileg. A könyvről megfeledkeztem, hogy ott hagytuk. Tényleg. Igen, hát azt mondtad is, hogy ráérünk még majd. Felmenni. Jó, akkor Szeni, menünk, valamit dobjunk el viszont, mert ládánk nincs. Ha majd eldobjuk ott, vagy itt dobjuk el, legyen itt a házba. Egyél meg egy növény. Jó, amúgy ennyi. Használ. Nézd, csak úgy felment az EKG-m. Óvatosból remek lett a státuszom. De ezek a fordítások. Óvatos státuszú, vagy remek gyerek vagy. Jó, ne remekjél. Annak is örülök egyébként, nyilván a nézőkedvéért is jó, hogy magyar a játék. Én angolul jobban preferálnám, hiszen az eredeti kifejezések jók, de
most annak, hogy konkrétan egy Steam-es játékhoz lehet külön magyar feliratot társítani, és szerintem csoda. Abszolút, te tetszik. Csak nem arra van a könyv. Hát én szétnézek itt is, mert már... Persze, nyilván nem, nem azért, mert balfasz vagyok, igen. Jó van. Na, akkor felveszem. Itt lent, ugye? Itt volt. Aha, aha. És a könyvet megvizsgáljuk, és lesz benne egy kulcs. És akkor az a jövő vissza megint. Vagy a páncél, vagy a karkulcs. Nekünk bármi. Majd kinyitjuk a könyvet, azt itt a Harry Potter új része, olvasd el, azt haladjál. A megoldás a könyvekben van. Akkor itt lesz. Akkor fel, hát nyilván most a fel tudom venni, igen. Ennyi árkok könyve, tehát. De minden ki, volt, minden volt, csak lófasz kulcs, nem? De most, ja, most így használjam fel simán, kucérba. Nem így szükséges használni. Megvizsgálás. Használjam. Tehát, hogy úgy gondolom, megvizsgáld meg. Tudj tőle kinyitni. Aha. Forgassad, ott nyissad, ott a kulcs, ott a kulcs, oda nézd. Adjam a száját. Egy kulcs van, már csoborít olyan. Távolítod? Még szép. Hát nyilván. Na nézzük, mit kaptunk. Megszerezted a villakulcsot. Na, akkor mehetünk a való világba. Ez az. Megvan a villakulcs. Tobi felizgult. Elmegyünk a csapdaszobába, és ezt a villakulcsot betesszük a másik kulcs helyére. És akkor nem, a csapda nem basszik. Mert a csapdaszobába letesztelt halálunk előtt, a villakulcsot vettük fel. Kiírta, hogy felvetted a villakulcsot. Aha. És ezt a kulcsot betesszük annak a helyére. Na akkor, megvan. Irány a csapdaszoba. De akkor most már, és még ki is nyitom, nézd csak. Árkok könyve, négy maszk. Na, a négy maszk ugye, nézd csak. Igen, aha. Itt azt írja, hogy se lát, se hal, se nem érez. Igen? Se hal, se lát, dömötör. Dömdödöm. Igen, ez most igazából lényegtelen. Jó. Amikor minden négy a helyére kerül, a borzalom elszabadul. Ott nyilván. A szobroknál. Akkor ugye a koporsó le fog ereszkedni, elengedi minden négy láncot, és lesz benne egy valami zombi. Terül. Lesz benne egy Walking Dead. Jó, oké. Okay. Irányos abda szoba, Szenikám. Tatarattara, most felizgultunk erősen. Lara Croft megindul, mit nyugodt, akkor mire ad menjen. Ez már én Indiana Jones Minden van, minden van. Jó. Mennyire sajnálom, hogy tele volt az invertorink, mert már sokkal hamarabb felvettük. Hát akkor felvettük volna is. Csak nem akartam eldobni, ugyanis utálok eldobni tárgyakat feleslegesen, bár nem, még mindig nem erre van a villabejáratom. Jó, majd azt én tudom. Lépcső. Mondtam, hogy én nem tudok ilyenekkel játszani, én a Family Guy-jal akarom, majd az, amik te játszol. Úgy csak... Most nem láttam benne olyan nagy izé dolgokat, tehát nem sokkal jobb az, hogy mászkálunk. De tényleg. Mindegy. Na nézzük. Tudom, mit lenne még amúgy jó tolni ilyen streambe egyszer? Na. Azt a kulturus nyomozós játékot. Ja, az újat. De szigorúan magyar felirattal, tehát hogy a nézők is élvezzék tőle, és akkor megint beszélgetünk, kikérdezünk. Jó. Fel a lépcsőn. Be a dupla szárnyú ajtón. Itt vagyunk. Teljesen beindultam, hogy megvan a kulcs, komolyan. Hát most már felizgultam teljes mértében. Bán Mázsira 88-nak üzenem. Nem azt kell oda tenni, amit te írtál, hanem a villakulcsot. Vagy azt. Tudom, ez. Jó van, csak figyeltem. Teszteltelek, hogy figyelsz-e. Na. Arra nem, erre. Úgy, kanyargózok. Melegen tartom a gumit. Úgy, meg erre, meg arra, amarra vissza, úgy, hú. Mindent tudok. Kicsit már bejártam. Minden. Hát majd párszor megtapostam ezt a két zombi lófaszt. Na nézd csak. Super. Akkor csak oda megyek és használom a kulcsot, vagy előbb elveszem? Elveszed, majd visszateszed. Lesz annyi időm? Persze. Tehát most vegyem el? Vedd el. Jó, és utána pedig csak simán felhasználom a másikot. Ez elképesztő. Nincs másik tárgyunk, baszki. Jó, megesszük a növényt, nem érdekel most már, nem fogom. Hát igen, mert a többi tárgy meg, van egy késem is. Dobjuk el a kést. Azt mondod? Azt, inkább, mint a növény. Jó. Ezt hogy dobom el? Megvizsgál, kombinál. Nem tudod eldobni. Hát. Jó, dobd el a növény, nem érdekel. Akkor egyen meg ezt. Edd meg. Jó, és akkor így már fel tudjuk venni. Jó. Na, akkor először... Csak nem reflex játék, nem fogom elcseszni? Nem lesz baj. Jó, akkor felveszem, és igen, utána a sárgát kell. A sárgát, így van. Jó, de akkor ezt elveszem, lenyomódik. Igen, ott interaktálj meg, vele. Maradok itt. Interaktálj vele azonnal. Hát, ahogy tudok. Tudjuk, hogy hát ezek a joystick szétveri a kezem. Jó, interaktálj, és tedd be a sárgát. Mhm.
mert szerintem túlságosan ráfutottál, gyere vissza. Fog majd dögleni. Vissza, fordulj, fordulj, most, most tedd be. Akkor tedd vissza a másikat, ezt nem értem. Igen, tedd vissza. Ja, hogy visszajön a csoké. Okay, de most ezt nem értem. Ezt ugye sem. Jó, állj, lehet, hogy valamit elrontottunk. Hát nem, ez most nyilván, de legalább megtudtuk. Menj be a menübe. Én kérek elnézést a bénázásért. Vizsgáljuk meg először. Vizsgáld meg a villapulcsot, mert lehet, hogy... Van benne, ott a kis kések. Ez a kartkulcs, ez nem a, ez nem, ez ez nem a cserekulcs. Akkor ezzel mennünk, mennünk kell az ajtóhoz. Jó. Jó, akkor... Csak halálbénák vagyunk, semmi gáz. Nem baj, hát te, én csak... Na, akkor nem baj, nem haltunk. De vizsgáld már meg. Attól, hogy mi látjuk a kardot, a játék is ismerje már, hogy ez a kartkulcs. Ja. Úgy? Egy kard van belevésve. Kezdve kartkulcs, jó. Jó. Minden kardos szobát ki tudunk, tehát hát most hát akkor legalább ott már biztos találunk majd valamit, amivel tovább tudunk menni. Jó, akkor szuper. Mehetek vissza. Aha. Ja, vissza is várt ez a szar. Jó. Majd később kicseréljük. Jó, hát nyilván ez most erre jó volt, hogy megtudtuk, hogy megint hülyék vagyunk. Jó, hol volt kartkulcs a szoba? Köszönjük már Mágyira. Én miért nem ihattam annyit, mint ők? Gyere, 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 gyere. Gyere, gyere. Menjünk ki a főholba. A főholba? Mhm. Uh-huh. Főhol, hol a főhol? Hol? 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 Na, ez meg ez a mozgás, izé. Jó felementél, erre jöhetünk. De erre jövünk. Hát igen. Tudom, csak mikor megint fordultam, megint megint váltott a kamera. I see, I see. Nyisd be a térképet, kedves Sunny. Az melyik? Nem ez. Ugyan itt van? Térkép? Na, ott a térkép, ah, fent. Ugyanis itt jelzi, hogy melyik szoba milyen kulcssal nyílik. Az hol látott te ezt? Elvileg jeleznie kéne, hogy ugye piros ajtók vannak zárva, nem tudunk rámenni külön az ajtókra? Itt a zene térképen? Hát itt gyakorlatilag... Jó, semmi baj. Azt hittem. Nem. Nem baj, jó. Akkor menjünk jobbra, nekünk jobbra. Nekünk jobbra. Ne vegyek pisztolyt a kezembe, mert csak bicska van nálam. Dehogy is nem. Szerintem azt letettem a pisztolyt. Ahogy, kombináld is a lőszertáraddal már légy szíves, ja, hogy 11 helyet 15 legyen benne. Töltsünk? Uh-huh. Hogy? Na, akkor itt kimegyek. Uh-huh. Kimegyek, hogy kin legyek. Paparapparapra. Jó, és szerintem ez. Valamelyik már kartkulcsos lesz ide fent. Na nézzük meg, ezt kezdjük ezzel. Nem? Hát ez nyilván, mert ez amúgy zárom. Ne, Sunny, vissza. Jöttek erre is, hát körbe tudok menni teljesen. De rövidebb. Ja, meg is tudom nézni magam, hogy jól áll még a seggem. Ó, oh, nagyon jó, király, mehetünk. A hajam még mindig tart. Ez zárva van, mert ez pont páncélos. Nem baj, lesz kardos. Hát volt, tudom, talán ez. Használtad, yes! A történelmi pillanat. Yes! Így 40 perc után indultunk valamelyet. És most instant meghalunk. És itt jön egy zombi, azt leharapja az összes arcomat. Minden növényt megettünk. Meg nincs se mentés, semmi. Semmi, nem baj, nem baj. Lassan. Na nézzük szét itt egy kicsit, most már mindent megnézek. Nem úgy tűnik, mintha itt bármi is használható lenne, köszönjük. Hát mondjuk igen. Ott egy ajtó. Azon menjünk be. Ha. Hát nem. Páncél. Ez... Nem baj. Akkor nem megyünk be, jó? Itt egy két szárnyú ajtó, azon menjünk be. Nem megyünk be? Ez is páncélos emblémás, megyünk tovább. Zombesz. Ott egy könyv. Nézzük már meg, hogy az mi. Ez fadarab. Megyük el, persze. Vizsgáljam meg. Aha. Sose lehet tudni, mi az mi. Hát ez... Nem tudod kinyitni, ez nekem egy könyvnek tűnik. Semmi különös. De hogyha úgy forgatod, hogy a lapjára, nem nyílik ki? Ah, de. Ja, hogy így kell. Tehát ez egy üres napló. Papír van a belsőben, semmi nincs ráírva. Hát majd, hogyha szarni kell, akkor arra jó lesz. Hallom magam a zombiktól. Lehet, hogy ez majd később jó lesz, nyilván. Hát megtartjuk, persze megtartjuk. Jó, akkor ne csináljuk most semmit. Jó. Ha beüt a szar, akkor jó lesz. Igen, akkor... Jó, itt is van egy ajtó, nézzük meg milyen helyzet. Zárva. Nyilván. És akkor innen jöttünk? De még itt is van egy. Itt is van egy ajtó. Hát itt már csak be kéne, hogy engedjen. Kizárásos alapon. Hát egyikén meg visszamenném megint a semmibe. Pa-pa-ra-pa. Na itt mi lesz? Ó, oh, nézd csak, gramofon. Itt van valami cucc. A nagyanyám tányérje. Nagyon csillog-villog valami. Igen, ott is.
Nem fog tudni. Jó. Saktábla. Elefántcsontból készítve. Sakmatta ért véget. Kéne. Na hát. Na de ezt már nem fogom tudni felvenni. Ez mi a túró? Jó, most már mindenképp keresünk egy ládát valahol, majd felvesszük. Krumplihámozó? Ezt mondtad a izénél is. A... Most megjegyezzük, hogy ez itt van, jó? Hát azt is megjegyeztük, csak nem értünk. De, ne, itt van, de most már nem tudunk mit eldobni. Igazad van. Na. Bamagyira köszönjük a ezeket a mélyen szántó kommenteket. Most nem tudok vele mit kezdeni. Itt is van, látod? Hajgyújtó, szuper. Jó lesz, hát, felvesszük majd. Jó, hát akkor a szobában sok minden van, az a lényeg. Itt is, az a gyújtó. Ez még egy gyújtó. Jó. Könyvek a különböző... A föld különböző embereiről, igen. És akkor ott ezen az ajtón be tudnánk menni még. Be is tudunk. Na. Még jó, majdnem elbombultam. Azt a fejét ledaráltam, öcsém. Megtapossam. Headshot. Ez biztos meghalt. Ez már nem éli meg a holnapot. Még a mai sem nagyon vitte vég. Kibüfögött. Valaki még jön. Szerintem ő lent lesz a lépcső alatt. Szerintem megnézem. Innen jöttem, ugye? Innen, ugye, ebből a kis ajtóból jöttél ki. Akkor ne nézzem meg azt a másikat. Nézzük meg, hát persze, járjuk körbe. Kinyitottad. Na, na, egy shortcut, nézzük meg, hogy mi ez a másik oldal. Nézzük? Persze, most már vissza tudunk jönni bármikor. Csak nézzük meg, hogy hova lyukadunk ki. Lesz vagy 40 zombiben, akkor, meg le, akkor már fogom tudni használni a papírt. Magam el. Á, itt jártunk az előbb, innen vettük fel a hadarabot. Igen, jó, és... szuper, menjünk tovább. Vissza, nem? Persze, mert figyelj, Szani, amíg nem találunk egy ládát, nem tudunk tárgyakat lepakolni. Ez borzasztó érzés. Hát de én is már sírógörcsöt kapok, de hol vannak? Jó, akkor itt kijöttem, akkor menjünk erre. Menjek le, vagy menjek tovább? Menjünk le. Én azt mondom, hogy szerintem itt a lépcsőd lesz az első mentőszoba, amikor tudunk menteni. De a zombi, látod a zombit? Én el le tudnám húgyozni. Jöjjön meg. Ne lépcsőn, mi? Hát az a baj, most a kamera szög nem nekünk kedvez. Hát nagyon nem. Bele fogunk szaladni? Nem, szaladunk csak fel. Hagyj jöjjön fel, öld meg úgy. Nem, itt el le tudom ölni, így. Nem, jó, ne, várd meg, míg feljön. Jó, van, gyere. Így, ez jó lesz. De nem menjél meg közé. Úgy. Jó. Összpontosíts. Csak én nem látom, hogy jól cézom-e. Jó. Jó. Ó, hogy az apát kaszáltak meg. Ez mi? Ha mi a jó anyja? Ez elképesztő. Azt ez meg fog engem gyilkolni, ezt már régen mentettünk. Puse. A zombi felé, ne erre, a zombi felé, amíg fel kell. Lefele menjek? Igen. Ó, hogy basszantani. Most nincsen se energia, az megöl akkor. Nem baj, ott egy zöld növény vett fel. Igyem is meg, vagy egyem meg, vagy... Nem kell még, csak vegyük fel, és ez az ajtó szerintem már egy mentőszoba, írógép. Ja, nem tudod felvenni. Akkor csak be az ajtón. De várj, töltök pisztolyt. Jó, szerintem itt lesz láda, írógép szava. De a zombi nem jön velem. A zombi nem tudja használni az ajtót. Lúze. De írógép szalagom nincs. De itt lesz szerintem. Még elég sok benzined maradt, mert van benzinem. Jó, tudni. Tudtam, nem is tudtam, hogy van. Hát az jó, ha van lőszer, sőt azt akkor igen, be is töltjük, mert... Hogy? Akkor még valami? Láda! Várjál, még van itt. Speciális hullák elleni harcba, figyeljél! Ezt olvassuk el, mert fel kell őket gyújtani. Sikerült új információkat gyűjtenünk ezekről a lényekről. Ők teljesen halottnak tűnnek, de közben mégis visszajöttek valahogy az életbe. Szerencsére vannak olyan módszerek, amelyekkel megakadályozható, hogy újra aktívak legyenek. Jelenleg két megoldás van. Hamvasztás, fejlerobbanár. Ugye az előbb kiosztottál egy fejest, az már kakaó. Igen, további megoldások válnak előtt, akkor értesítve leszel. Olajt helyezünk a világba, vigyél valamit, csak akarsz. Jó, akkor te tudod, miről beszél. Az a gyújtó, azt majd akkor fel kell menni. Most már a hullákat, amiket megölünk, de nem fejes robbantással, azokat felgyújtjuk. Aha, jó. Na, hát szóljon. Akkor ládába pakoljuk? Nézd csak itt van. Ja, de pakoljak, mert... Persze, pakoljuk. Na mi az, ami nem kellhet? Jelenleg nincsen szükségünk a pajzsra. Jó. A Blue Jam-re. És ezeket... Ezt csak így told most fel az ikont, úgyis tedd oda le. Ja, mert ezek benne, mert közben meg van a ládába tudsz is. Látom, kivesszük. Tedd le a Blue Jam-et. Jó. Tedd le a shotgun töltényt. Hát az nyilván mennyi shotgununk. Jó, és akkor vegyük fel a ládából a...
Elsősegély spray? Nem kell most az még a kézifegyvert. Pintapatronnát, azt nyilván. Vegyük, mert mentsünk egyet, persze. Jó. Ne tedd le a kézifegyvert, hanem... Hát azt akarnám, hogy igen, azt próbálom, hogy hogy kell. Mert most cserél. Az üres mezőre tett, Szanikám. Ja, tehát itt... Kijelölöd? Jelöljek az üres mezőt. Ja, jó, ja. Most már megvan. Jó, vedd ki a tintapatront. De ezt nem lehet egyesíteni a két lőszert? Majd amikor itt nem tudsz egyesíteni, majd a ládán ja. Kívül. Tintapatron nyilván kell. Persze, mentsünk egyet, jó? Super. Jó, még azt fel tudom venni ezeket. Nem is. Kell, majd később. Jó az, ha itt van. Oké, vegyük már fel, amiket itt még fel lehet. Régi. Jó, létrák. Akkor ez a cuccos, ez a kis flaska. Benzinkanna. Persze, persze, vegyük el. Így van. Jó. Azt most töltsük fel a benzinből. Igen. Igen. Szuper. Akkor most már menthetek. Igen, mentsünk egyet. Jó. Na legalább így most megnyugodtam, mert most meghaltam volna azért szobó. Igen, igen. Na nézzük. Alright, yes. Kicsit izok már, mert kitikarok. Ide passzolod a nagy vizet, én is töltök magamnak. Itt a nagy víz, tessék. Na. Jó, figyelj, a ládába tegyük vissza az írógépszalagot, mert most nem fog kelleni. Ja, azt a kettőt. Aha. Jegyezd meg, hogy hol vagyunk. Szerintem tegyük bele a fadarabot is, most az sem kell. Majd ha később kell, akkor visszajövünk a ládához. Jó, tudjuk, fadarab. A igen. Jó, a benzines kanna jó, ha nálunk van. A magazinok... Apa, ajaszt el. Igen. Jó, igen, lépjél ki. Nézzük meg, hogy tudjuk egyesíteni a pisztolytárjainkat. Hát az jó lenne. Tökéletes. Jó. Jó, tegyük már le ezt a kés, csak a helyet foglalja. Ja, most hagyjunk minél több üres helyet? Igen, 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 igen. Én is töltök egy kis vizecskét. Hát, na mi el vagyunk, mint a befőtt egyébként. Jó lesz, jó lesz. Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Mert most akkor elegendő üres helyünk lesz. Megbízunk benne, hogy a zombik nem kapnak téged el. Hát reméljük a legjobbakat. De hát nem tudhassuk, hogy mi lesz. Na nézzük. Akkor tegyem le a kést. Aha. Előbb a ládát nincs vissza. Igen, igen, megyek vissza a ládába. Tedd le a kést. Úgy. Így. Maradjunk ennyiben. Mehetek ki. Menjünk ki. El van mentve a játék, ugye? Nem kell már felvennem semmit. Nem kell, nem kell. Itt nem, legalábbis. Itt sok vagyunk. De itt most itt lesz a zombi megint, mi? Így van, de megöljük. És ott lesz egy zöld növény is amúgy. Ugye, várj már a pisztolyt, visszaraktam a kezembe, nem? Várj, azt vissza kell rakni. Jó, szekvippeld akkor be. Úgy. Úgy. Akkor felveszem az öltséget. Vegy fel a zöld növényt. A kis kakaót. Jó lesz. És akkor megyek vissza azon. Jó, anyját. Gyere! Ez elképesztő az ember. Én nem tudom, bazd meg, hogy... Miből van? Lőd le a földön, lőd le a földön. Próbálnám csak... Úgy, most. Állj fölé. Miből van ez? Na végre, állj. Megvárjuk már most már a kurva anyját, már bocsánat. Hát ez elkép. Ó, ott akkor egy nálható. Itt jó lett volna. Próbálom felcsalni. Majd elfutunk már. Miből van ez? Ebben ha nem lőttél bele 10 ugrót, akkor egyet sem. Gyere, gyere! Jön! Fáj az oldalam, vegyek be. Ne, figyelj! Veszélyes állapotban vagyunk ugyan, de semmi baj. Majd visszamegyünk a kis szobába, és kivesszük a sprét, mert azzal rögtön meggyógyulunk. Egy zöld növénytől piros státuszba nem kerülünk fel zöld státuszba. Most kérdés, hogy kb. Így, ugye? Uh-huh. Én elkezdem lőni hamar. Na. Most már lemegyek. Émike 79, szia, a fejét lőtt. Ne, várj, még vegyük már fel a gyújtót a kis szobából. Az hol van? Itt van, pont veled szembe. Nem? Ez, aha. De kivérzett ez a genyó. Szia, Émi! Vedd már fel. Vagyis menjünk be. Mennék, de nem tud. Nincs az ajtón. Ja, jó, akkor csak menjünk körbe. Akkor ki azon a szembe lévő ajtón, aha. És akkor visszamegyünk a kis szobába. Émike? Én mondtam rosszul az Émikét? Igen, az Émike. A Émike. A Émike. Bocsáss meg, én meg Émike. Hát, ő a Émi. Szia, Émi. Hello. Bocsi, nem, tényleg, én Émikének hol voltam. Na, hol van a gyújtó? Innen a karakternek jobbra menj. Igen. De ezen a kis ajtón. Aha. Aztán meg valami lesz. Itt vannak a cuccmókok. Ez egy lemezjátszó.
Ez a kutyasíp. Na, kimertek a kutyákhoz. Vegyük fel. Vegyem fel, jó? Összegyűrt jegyzet. Uh-huh. Azt persze, azt mondta nekem, rejtek ezt valamit ott, ahol senki sem találja meg. Volt egy ötletem. Kitaláltam, hogy ha valami a veszélyes állatfér, mint reggel pokolkutya, blablabla. Na, jó, amennyire tudom, mindig a másik, mert erkélyen lógott. Na, figyeljél. Akkor majd ott kell megfújni a sípot. Azt tudod, hol van? Ha a dog sheep. A dog sheep. A dog sheep megjön, akkor jó lesz. Na jó. De a kutya közébe tud kerülni, anélkül, hogy egy halálos halap. Hát, ezt már láttuk az előbb, igen. Te vagy az egyetlen, aki ezt a nyakörvet rá tudott tenni valahogy, keresett tárgyam. Oké, meg lesz, megszerezzük. Igen. Kell ez még nekünk? Nem. Jó. De most már nálunk, ha majd elolvassuk, ha kell, oké? De hol az a gyújtó? Ja, itt. Aha. Kinyitott napló. Oldalai üresek. A gyújtót ad már ide. Vász meg. Hol van a gyújtó? Ott van. Gyógynövénytan. Mi ez a Harry Potter? Érdekel ez minket? Nem. A gyógynövénytant azt vágjuk. De hol tudom felvenni a gyújtót? Itt vagyok, ott a gyújtó. Na. Végre. Hogy ne tenném el? Jó. Most töltsük fel a gyújtót benzinnel. Kombináljam? Aha. Benzin. Véleményem szerint. Kombinál. Gyújtó. Nem tudom őket kombinálni. Biztos? Jó, semmi baj. Megpróbálom a gyújtót a benzinnel, hát ha fordítok el. Semmi baj. Megvan akkor minden? Hát mi van még itt, ami... Jó, megvan. Oké, akkor menjünk ki. Arra? Vagy... Itt. Ja, ide ki. Ott is volt egy ajtó. Hol? Hát itt. Akkor azon menj ki, légy szíves. Azért, mert ez másfele visz. Mert most fogunk kiukadni, akkor az előbb megölt zombi. Hoztad, aki ez a nagyon mester zombi volt. Reméljük nem kelt fel. Jó, ez ugye megy oda a hullájához. És most használjuk a benzines kannát. Gyújtsuk fel, hogy ne támadjunk csak elsősre. Gyújtsuk le benzinnel. Aha. Az ez. Aha. Ezt be is gyújtottam. Gyere arrébb, mert most egy kicsit meggyullad. Megöltük az első zombinkat végleg. Már illetve a headshotos. A headshotoson kívül. Na ez már nem kell fel, haver. Na, ez begyullott. Na, mert gyógyítsam magam valamelyre. Ha menjünk le a mentési szobába. Fáj a bordám. Ez itt lent volt? Aha. Mert tehát, hogy hiába annál egy gyógynövény, egy gyógynövény ilyen piros státuszból nem fog felgyógyítani teljesen, az a spray majd megteszi. Akkor itt... És akkor ezt a növét meg, ha találunk egy másikat, egy pirosat vagy még egy zöldet, akkor kombinálva elérjük a kívánt hatást. Aha. Jó. Én hiszek neked. Na akkor most mit kell? Benzin ezek töltsen fel? Aha. Újra töltöd? Igen. Jó. Jó, szuper. Akkor ide. Be, ugye? Itt volt a spray. Vettél sprayt? Azt használjam is fel akkor. Igen. Várj, és akkor most azt nézem, hogy... egyelőre jók leszünk így? Vagy... Figyelj, akarunk most gyújtogatni? Mert ez kettő helyet fogdal az inventoryba, hogy most ott van a gyújtó, meg a benzin. Kell gyújtogatnunk? Csak semminek sem maradt hely. Tehát, hogy most elindulunk, a sprayt ezt elhasználjuk, de kell a kulcs, kell a kutyasíp. Igen. Tudod mi? Tegyük le a kutyasípot. Nem kell? Most hagyjad, tegyük le. Ó, melyik az? Yes. Ott van, aha. Jó. Meg most tegyük le a gyújtót, meg a benzint is. Most igazából majd később használjuk, de... Túlélők és ne vegyem fel azért? Jó, ha megvan. Vedd fel. Csak megint két helyünk marad. Hol ne vegyem fel. Jó, akkor kemény lesz. Jó, sprézd be magad. Akkor ezt el is használjuk. Majd szuper, na mehetünk tovább akkor. A felfedezetlen területekre. Na. Jó, a kutyasíp sem... A kutyasíp sem kell, nem? Igen. Igen. Kutyasíp sem... Sem kell, nem? Nem kell sem, nem. Nem. Majd később kell, most az a baj, igazából minden kell, szívem szerint mindent vinnék, de csak jó azt álltunk. De hát az annyira gyenge, ez a csaj nem viszi el. Menjek felfele? Aha. Erre nem menjek el? De persze, most megnézzük ezt a régiót. Jaj, mi nem is voltunk. Itt van egy ott ajtó. Ott egy ajtó, nézzünk be. Záró van nyilván. Páncélembléma. Itt porzik vagy, az csak a retek. Jó van. Csak olyan szépen csillog. Hát nyilván akkor. Persze. Más kombinációs lehetőségek. Mindenhová is bemegyünk, szerintem. Ennyi. Tényleg jó nagy ez a kecó, baszki. Ó, azt nézd meg. Vegyek fel belőle? Mindent. Persze, mindent felveszünk. Pirosat is? Igen, vedd fel a két zöldet is.
Már egyből meg is telünk, ja nem még lead egy hely. Ja, nem össze tudom kombinálni. Egy pirosat és egy zöldet kombinálj össze. Már az király lesz. Igen, az a legtutibb kombó. Aha. Ja, az már a színes. Úgy, egyelőre ne kombináld össze a két zöldet, majd hogyha... Ha véletlen kell a hely. Igen, igen, igen. Jó. Oké, akkor bejöttünk ide. Ez csak ennyire volt jó? Hogy itt még... Dehogyis. Aha. Vizsgálgassunk. Kialudt tűzhely. Gyújtsuk be? Hát jó, de rakadtam vele a gyújtót, mi? És lehet, hogy lenne értelme begyújtani? Igen. Jöjjek, menjek vissza, még nem vagyunk vesztve. Aha, vegyük fel a gyújtót, igen. Most befér. Vegyük fel. Akkor, na. Akkor visszamegyünk érte. Nem itt jöttünk be? Nem. Nem, nem, jó van. Hát akkor amúgy is vissza kell menni. Jó, de mindenképpen gyújtsuk be a tűzhelyet, mert szerintem az jó lesz nekünk. De már tudsz valamit? Na jöjjünk akkor erre. Jó. Itt nem tudtunk bemenni, mert zár volt, hanem erre. Megint le kell menni, ugye? És ott a kis elemózsi ászobába be kell mennünk. Oda. Egyébként elmondanám, szerintem ez nem feltétlenül olyan nagy műhelytitok. Ugye mindig a technikát próbáljuk fejleszteni. Szanikám most ugye mondjuk egy kooperatók egy órája alatt szokott lenni mondjuk 4000 képkocka ott a sávban. Most ahhoz képest 1 óra 40 perc alatt van 3560, ez egy jobban áll sokkal. Mindenki teraszozik. Na. Most érted, mire gondolok. Tegyük már le a kettő növényt. Most tegyük is le. Mind a kettőt. A piros, zöld maradjon nálunk. Jó, és úgy akkor benzin meg a kannát is, nem? Nem kell a benzin, elég a gyújtó. Jó. Ennyi? És akkor menjek gyújtsam be a tűzhelyot. Igen, majd ha kell valami, visszajövünk érte. Nyilván ez a játék ugye, amikor megalkották, ennek az egész láda rendszernek van egyfajta időhúzó jellege is. Hiszen ha minden hát nyilván, ha minden meg lenne, akkor végigvinnéd hamar. Akkor minden azonnal nálad van. Így meg tudod, valamit ott hagytam, ez kéne a ládában, akkor vissza a ládához felvettem. Útközben esetleg még harcolok zombikkal, akiket nem öltem meg, szóval nyilván ez is egy nehezítés. Ez kellemetlen. Semmi esetre se könnyíti meg a helyzet. Igen. Akkor itt gyújtó használ, ugye? És nézzük, hogy mit kapunk. Hát egy tervrajzot. Valaminek a körön izzanak a nagy forróságban. Igen. És ennyi. Az egy térkép gyakorlatilag, nem? De nem tudunk... Hát így. Ennyi. Köszi. Esetleg de valamit használni kell, tuti. Mert nem engedi felvenni, meg nem engedi megvizsgálni, biztos, hogy valamit használni kell ide. Valamit oda kell tenni a képre. Aha. De igazából nincsen térképünk, vagy valami, tehát hogy most a térképe nem egy használható tárgy. Hát megszereztünk valami térképet, tudod, a szobor tetejéről. Igen, de az egy mappába van, tehát ezt nem tudod betenni oda. Megvan a kulcsot, felesleges. Más meg nincs nálunk, nincs valami a... Esetleg tudod, hogy mit tudnánk oda tenni? Talán a fadarabot. Aha. Mert ha azt oda teszed mondjuk kinyitva, akkor lehet, hogy ez... Beleig. Na, nem. Az lesz, tudja, hogy kapunk egy térképet, mert a fa az ugye üres. És ugye az fel van, és belenyomja nekünk a térképet a fába. Jó. Tuti, megyek a fáért. Jó. Még megfejtettem, látod? És az izgalmak, látjátok? Nagyon kemény. Hát sajnálom tényleg egyébként, hogy most így jött ki ez az este, hogy mindenki oda van. Egyébként korán sem biztos, hogy mindenki a teraszokon ül. Csak mi nem érdekünk senki. Így, ezt akarom mondani. Nem arról van szó, hogy mindenkit, ne fogd rá az érdekességet a terasznak. Próbálnám, igen. Nem, hát mi el vagyunk, az a lényeg. Figyelj, amúgy is ezt csinálnánk, csak... Na nézzük. Hogy csak a fát vegyem ki? Szerintem igen, elég lesz a fa, és akkor a gyújtót tegyük le most. Most már tegyem le, biztos? Aha, nem kell. És akkor a fát nyomja. Esetleg tudod mit? A kutyasípot azért vegyük vissza magunkhoz, mert ha befutunk az emlegetett helyszínre, nem akkor, árt, hogyha nálunk van. Akkor fújkáljuk. Mi? Aha. Jó. Na nézzük. Na. Irány fel. És akkor megint bemegyünk, itt a retkes ablakon át. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra.
És akkor belenyomjuk a fát. Megfáztatjuk. Hogy röcseg a tűzecseim? Na nézzük. Aha. Így is van. Már beleégettetem a térképet. Ja, ja, még fel is kell venni. Van egy térkép, villa, 2F. Elteszed? Hát jó, hogy. Na akkor megkaptuk a térképet, mondjuk eddig sem használtuk egyiket se, de... Nem baj, jó, ha van, örülök neki, megszereztük. Na, hát akkor te örülsz, akkor mondhatnám, hogy én is. Jó. Kaptál egy térképet, villa, második emelet, szuper, jó. Yeah. És akkor ez az ajtózár van, milyen kulcs kell hozzá? Sisak. Sisak, szuper, jó, jó, jó. Na, Sunny, akkor ez a terület kifüggve, igaz? Hát szerintem le igen. Le kell menni a mentési szobába, mert ott még lehet menni. Nem úgy, hogy bármilyen. Jó, csak kinéztem az ablakon. Jó tetted, jó tetted. Kinéztem az ablakon, genyáó. Jó, menjünk le. Menjünk le. Menjünk le a lépcsőn, és nézzük meg, hogy mi van abban a zónában, ahol még nem jártunk. Azt meg majd te megmondod, melyik ez. Itt erre. Aha, itt be, ide. Ide? Igen. Nyilván ki. Kéne, ez majd nincs, úgy tűnik, majd a darab élség. Átmész rajta? Elég vész jósló. Menjünk át, és mit számít? Híres utolsó mondatok. Mit számít ez, hogy 42 zombi rámugrik, figyelj. Hopp! Hopp! Nem merek bejebb menni, bazd meg. Jön valaki? Ja, már én voltam. Csoszog? Én lépkedtem. Jó, az én lépteim volt, megértem a saját lépteimre. A faszt. Hát ez bizony egy, nem, ezek nem volt, ez a hörgés, ez is te volt, ez Jill volt ez a hörgés. De hol van? Hagyja. Mindjárt rámúrjuk az, menjél be az ajtó. Az ajtó. Figyelj, ma visszajövünk, hogyha annyira pontos. Ja, lehet, azért, majd most gondolj ezt így egyedül, játszod a tök sötétben, azért így kiugrik a szerintem koleszterined. Annak idején valaki ezt először játszotta is, egyedül. Tehát például ezt a remake-et egyedül nem játszottam, mondom, Marcival játszottam. De most gondold, de egyedül játszod este, sötétben, nem tudod mi merre van, mert úristen mi ez a hely, azért szerintem magad alá csinálsz. Azért van a papír, megbeszéltük. Na, nézzük. Figyelj, egy kép a lovagról, aki éppen egy lovon vágtad. Ennyi, menj tovább. Itt egy ajtó jobbra, nem menj tovább. Várj, Daninak mutassuk meg Jill-t, akkor itt az ablakban. Vagy akár itt is, tessék, itt van Jill. Itt egy ajtó jobbra volt. Ez most fiú lenne itt felülről? Na, igen, ebbe? Itt van jobbra egy ajtó, igen, ezzel igen. Menjünk be. Szerintem ez lesz a fürdőszoba. Igen, el is van. Akkor megyünk, ugyazunk. Aha, valami. Nem annyira biztató ez nekem. Nem baj, figyelj, nem... Ez egy olyan csapdaszoba lesz, aminek a fala rádomlik, de nem baj, menjünk be, mert ha nem csinálunk korábban rosszat, akkor nem történik meg, jó? De menjünk nem kell menteni, vagy valami? Szenni, menjünk tovább, nem lesz baj. Menjek ide be. Aha. Jó. Rám hoztad a szívbajt. Nem, mert ugye itt lenne az, hogy véleményem szerint ott lesz a shotgun a falon, a tört vegyed csak fel gyorsan az asztalról, nagyon gyorsan. Lesz egy shotgun a falon. Uh-huh. És ha elveszed a shotgunt, és nem rak semmit a helyére, ott van, most nem, írógépszalag? Írógépszalag, életem meg. Pontosan most kell. Amúgy a Rotwick, meg régen én, mikor a klasszikokkal toltam, tehát volt egy ilyen kihívás, hogy nem mentesz egyszer se, hanem mentés nélkül viszed végig. Ja, és a legvégén meghoz a játék elére. Szavasz kollega, megérkezett kedves kollégám is. Maxi 17 estén, srácok és jányok. Jányok is vannak? Na. Na, akkor a shotgunhoz most ne nyúj, mert ránk omlik a fal. Majd, ha... Az ott micsoda? Szerintem most semmi. Még itt esetleg megnézted a festményt, vagy ott azt a kis... Pecut itt. Itt. Na. Képek és bonszobodok, nincs semmi jó. Érdekes. Jó. Ide megint bele gyújtani esetleg a kandallóba? Vagy itt most nem? Nézzük meg. Ne, elhasználtuk a gyújtót, az szerintem egyszer használatos volt. Nem, hát visszatettük a ládába. Ja, tart, akkor meg... Láttál már egyszer használatos gyújtót? Nekem volt, ilyen. Elromlott. Jó. Tanikám, figyelj. Akkor menjünk vissza, megnéztük, tudjuk, hogy itt van a shotgun, most nem veszük még fel, jó? Jó, de akkor most itt már nem kell csinálni semmit. Nem kell csinálni semmit. De hol látott a shotgun, amikor elmondtam? Gyere, akkor megmutatom, erre gyere, ott a falon látod? Ja, a képbe. Tudom, hogy nyomd is meg, nem veszük fel, csak nyomd meg, hogy lásd, hogy ott a shotgun. Látom, ott van, jó. Nézzük, de... megmutassuk már meg. Tessék, ott van. De felveszi. Nem veszem fel. Na, mehetek? Mehet. Jó van. Ha most Sunny felvette volna a shotgunt,
a következő helységbe lépve, ránk omolna a fal, de ha lesz egy törött shotgununk és bedesszük a helyére, tudod, akkor nem fog ránk omolni. Mint ahogy a kulcsal is lesz majd egyszer. Akkor jöttek ki. Ja. Tiszta művészet, láttad a falat? Ágyon, design. Ez jobb, mint a múzeum. Ne nézzük. Menjünk akkor arra. Tovább. Yes. Kinézzük az ablakon. Ekkora út lenyomtam, láttam. Na nézzük. Oda? Annyira jók ezek a villámeffektek, ha bevilágítják a helységet. Itt lesz zombáj. Hát szerintem most komolyan, tehát mi vagyok én, Jós? Jóska. Menjek be? Itt? Nem, most ha ennyi. Bejövök, bazd meg. Szóval hát itt halsz meg végleg, jó, mindegy. Na nézzük. Megvan a fürdőszoba, mondtam. Tudtam, hogy be kell jönni. Na. Igen? Uaj, de gusztom, megfürödjek. Ne. Piszkos vízzel van, tele. Elmozdítod a dugót? Húzzam ki a dugót? Szerintem lesz benne egy zombi a kárban, de húz ki, majd megöljük legfeljebb. Eszel. Szopatsz. Nem. De akkor még, de attól még lesz valami cucc is alatta, nem? I hope so, ja. Remélem nem dísznek lesz ott. Lőjem le, vagy késeljem meg, vagy... Nézed már ez. Tiszta Kevin Bacon, gyere. De undorító vagy, fiam. Hát de taposd már meg a fejét, Lajos. Ne idegesíts. Bum! Ja, ez ennyi. Ezt nem kell megölni. Szerintem, vagy de. Azt megy hány, azt eddig nem volt. Meg volt a hányás, igen. Nem úgy tűnik, mint amit rég használtak volna, jó? Szerinted az meghalódott? Hát? Ja, ennek eltaposztod a fejét. De ugye, hogy kell ott a kés? Kell az nekünk? Persze. Jó lesz. Nincs valami még a mosdócsaptelepben? Úgy tűnik, a víz még működik. Töltsünk fel valamit, vagy kell valami hozzá. Ennyi van. Ennyi van itt. Jó, akkor menjünk ki innen. Hát ilyen. Akkor itt akkor egy törrér jöttünk be. Jó, van az. Most nagyon szentségelnék, hogyha bele kellett volna elszínni ebben 8 történt és csak egy tört kaptunk volna. Hát az biztos, mondjuk így megérte. Jó, akkor itt kijövünk. De tök érdekes cutscene voltam úgy. Aha. Jó, tovább. Onnan jöttél, erre megyünk. Ó, ó. Itt szerintem kimegyünk az udvarra, de még mielőtt kimennél, nézzünk el feljebb is. Itt is egy ajtó, tehát van egy fekete ajtó. Menjünk ki a fekete ajtó, nézzük meg mi az. Ugye milyen tök jó felfedezni ezt a villát? Nagyon jó már. De most ez komolyan. Magam alá pisilek. Hát már, de most szó szerint már kell, igen, de majd lehet nem fogom kibírni 11-ig, de majd, ja, majd pisilek egyet. De, majd addig szórakoztatom. Persze, addig majd egy kicsit mászkálok. Na, én azt mondom, wow, megijedtem, menjünk menjek ki. Vigyél vissza, persze, most egy kicsit. Ne, kutya nem jön át? Milyen jó, hogy elbeszélgetünk itt, ez közben a Dobelmon lebassza az arcomat. De egy nyugi van? Igen, egy nyugi van. Menjünk, menjünk másik ajtón akkor, most meg később a Dobelmon. Használtad az árnyítót. Na végre, amúgy kaptam egy rohadt zárnyitót, azt az első ajtó bazd meg, aminél tudom használni. Igen. Amúgy kurva jó. De ott ez is zárva, az is zárva. Akkor mi a faszom, hogy van az árnyítóm, de tényleg. Menjünk. Na, menj, itt jó. A kert, ez itt a kert. Szerintem itt kell a kutya sír. Máj bő. Fújd meg. És az, ugye ide csalogatom a kutyákat. De én nem tudom. Lehet elszabadod vele. Nem szükséges használnom. Nincs kutya. Na, Sunny. Minden bele. Minden. Itt lehet lesz kutya. Gyorsak, meg minden. Úgyhogy ha lőni kell, csak céltudatosan. Kösz, kontrollerre baszd meg. Na menjünk. Ne. Sunny, tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy úgy meg sem. Ugye már remegek, baszd meg. Na. Menjen? Legyen pisi szünet most? Igen. Jó. Én elnézést kérek mindenkitől. Menjen, Sunny. Nézed addig, vagy... Megvárlak. Addig itt beszélgetek a nézőkkel, jó? Na, hát na, hello! Nem vagyunk sokan, de elegen. Sziasztok, meséltek valamit, mi újság? 21 óra 56 van, körülbelül 23 óráig játszunk. Mi újság veletek, meséltek már? Jó volt a mai nap? Teraszoztatok? Voltatok kint a teraszon? Amúgy, mert ma nyitottak ki. Tényleg nem magamban beszélgessek itt már, aki néz minket, mesél a napját, hogy tetszik eddig a stream, jól játszunk, nem játszunk, jól tudom. Igazából nem vagyok jó irányító játékos, egy kicsit elfelejtettem már a játékmechanikákat. Azt nem is, inkább az, hogy mi merre van, nagyon fontos. Nem baj.
Jó, nem tudom, úgy látszik, mindenki ilyen passzívan néz, hiába kérdezek, nem mondják el. Mi újság, mit csináltak ma? Semmi baj. Aki esetleg most nézne be, annak elmondom, hogy ez itt a Resident Evil stream. Mi vagyunk a kooperatív, én vagyok az egyik tag, Tomi. Petro Webzu, nem baj, így sokan meglepi. Hát van, amúgy még nekünk is van, megmondom őszintén, szóval tényleg most kicsit, meg ugye ez a remake. A remake-ben egy picit minden máshol megvan teljesen kavarva a kastély, 96-os eredetében sokkal jobban eligazodnék. Tényleg ezt csak egyszer vagy kétszer vittük végig, úgyhogy nem baj. Na, szóval mi vagyunk a kooperatív, én vagyok Tomi, Sunny kiment pisilni, majd jön, Sunny játszik, én irányítom, kint vagyunk a kertben. Itt vannak kutyák, ugye a játék legelején Sunnyt egy kutya dirib darabolta, megölte. Reméljük most nem ez lesz, mert rég volt elmentve a játék. Ja. Petro Epsu, voltál ma teraszon? Mit tál egy kávét, egy sört? Kólát, valami? Sunnyval voltunk. Kijöttünk a latin teraszára, nem reklám. Ittam egy cukros üdítőt, pedig cukormenteset akartam, de nem volt nekik. Jó van. Megjött Sunny. Dehidratálás után, most... Most kihidratáltam. Na, Sunnykám, akkor hajrá a kutya ellen. Nem, de a kertben szalonnát sütöttünk. Jaj, de jó nektek! Na, tök jó. Ez itt a kert. Most mi is ott vagyunk. Imádok szalonnát sütni. Na, nagyon régen sütöttem. Sunny a kertben. Na, süssöd a szalonnát. Doberman szalonna. Doberman szalonna, hajrá. Vagy Sunny szalonna. Jön a kutya egyből? Nem tudom, Sunny, figyelj, hajrá, nincs mit tenni. Összefogom magam kívánni. Várj, azért még egy lőszert beteszek. A 14-ről 15-ről. Szarom lehet, pont az menti meg az életem. Sose tudhatod. Na. Jó van. Gyere! Figyelj, amúgy hidd el, ez a kutya van olyan szemét, melyikük lesz erősebb, Sunny vagy a kutya? Ja, te az erősebb kutya, baszik. Ott van a kutya? Hol? Kerítés más, ott mászkál. Hát fog ugrani. Hát az biztos. Mindegy, menjél. Nehogy ugrik, szöges dolgokon. Ott a trágya, megyem fel. Aha. Nem tudom felvenni. De. Vegysz, ugye, hogy trágya, mondtam, hogy az. Egyből tudom. Növényt is vegyed felfele. Itt tényleg. És ha megvegysz, azt mennyi tudsz van itt? Jó, sok te. Hát egy... Ez ennyi volt itt, úgyhogy majd vissza kell megint jönni. De most többet nem tudunk felvenni, úgyhogy megjegyezzük, hogy itt van... És nincs is értelme, mert tele vagyok. Így van. Nem baj, Sunny, visszajövünk, jó? Itt majd lesz egy csomó cucc. Kutyák, jönnek olyan? Fuss! Inkább csak fuss! 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 Ne sípoljon meg őket! Eddig sem. Hát de, látom. Hát ez nem volt nagy harc. Na, figyelj, én örülök neki amúgy most. Oké. Menjünk mi is volt a másik oldalon? Kutya. Éppen bebasztuk az ajtót előtte. Menjünk. Várjuk meg? Ha. Vagy várjál? Nem vagyunk messze a mentési szobától. Hol van a mentés? De az nem volt mentés, csak szalag. Volt írógép? Volt, menjünk vissza. Ide? Hol, nem, ez itt a fürdőszoba, itt egy zombi van bent konkrétan, akit fejbe tapostad. Igen, vissza. Akkor ide visszajövök. Igen, vissza, balra menjél be, ezen ne, azon be. És akkor itt tudok menteni. Igen, mert itt rögtön jobbra fordulsz, és a mentési szobába érünk, és akkor ott szerintem... Aha, ide. Itt jobbra be. Úgy, figyelj, legyünk most ilyen jáva taktikusak, pakoljunk le mindent a ládába, jöjjünk vissza a kutyás folyosóra, vegyük fel a növényeket. De hol vagyok most? Várjál. Itt jobbra. Ja, fel. Jobbra. Jobbra. Jó, hogy már megvan. Ide. Jó, menj be. Jó, figyelj. Legalább 2 zöld növény, meg 3 piros volt a kertben. Azokat mind felpakoljuk, és lapoljuk a ládába, aztán mentünk egyet, jó? Aha, mert úgy sem lesz úgy, az a semmi. Hát a kutyák nem basznak meg az udvaron? Most mit mondjak neked? Nem kéne most menteni inkább? Nem, azt azért elég ciki lenne, hogy most is meg akkor is. Oké. Okay. Marad, elfutunk, ha jönnek a kutyák. Na, tedd le a kutyasípot, mert most sem volt jó semmire konkrétan. Nyilván akkor tegyem, amikor jönnek a kutyák. Jó, igen. Tedd le az írógépszalagot. Ha van benne eleve írógépszalag, akkor arra kéne rátenni, és akkor összekombinálj már a ládában belül is, és akkor nem lesz annyira a kupi. A 3-at tedd össze a 2-vel. Próbálnám, de akkor kive kell vennem, és vissza kell raknom, igen. Kijelölöd, és visszateszed a 2-re. És akkor 5-öt ad, és akkor már csak egy helyet foglal, aha. Úgy, jó. Tegyük le a növényvegyszert is. Az se kell. Nem kell. Tedd le a zöld növényt is, nem kell. Azt rá, már a zöld rá, és akkor már nem, és tedd le. Jó. Tedd le a kombinált zöld növényt is. Nem kell energia. Jó, egy jó. Ennyi elég, ennyi hely. Ennyi, most ez jó. Mert ez hány hely? 5, ugye? És akkor van? Felveszik az összes, és keverjük őket? Jó, vissza.
Akkor menjünk. Na. Jó van. Figyelj, a kutyaudvaron futunk, ahogy a lelkünk bírja, mert ha beugrik az a három kutya, neked annyi. Az akkor a nem bízok a reflexétbe most így. Nem, 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 nem az ember. Erre menj, ha.